Ökumenikus istentisztelettel kezdődött a városi megemlékezés az újhatvani római katolikus templomban. A szentmisét követően a hagyományokhoz híven a mártírok terén felvonták a városzászlót. A rendkívüli időjárás miatt pedig a Kossuth tér helyett a Grassalkovics művelődési házban tartották meg a megemlékezést. Az ünnepségen a Bajza József gimnázium és szakközépiskola tanulói adták elő Csillagok értünk könyörögjetek című műsorukat. Tóth Dávid diákpolgármester pedig az ifjúság a forradalomban alakított szerepét emelte ki. Egy maroknyi fiatal elindult egy kávéházból, hogy megváltsa Magyarországot. Nem tettek semmi különöset, csak mentek az esőben. Jártak színhelyről színhelyre. Egy vékony poéta elszavalt egy költeményt, egy fiatal író felolvasott egy proklamációt. Nem törtek, zúztak, mint ahogy sajnos ma néhányan azt teszik, de amit hirdettek, a szabadság, a polgári jogok, a nemzeti függetlenség utat talál az emberek szívéhez. Sugárzott róluk a hit és az erő. Szabadság eszménynek hívják a hitet, honszeretetnek ez erőt. Szabó Zsolt polgármester a hazaszeretetet, lelkünk legtisztább érzését állította beszéde középpontjába. A hazaszeretet, amelynek ereje ilyenkor az ünnepen valahogy még tisztábban érezhető, még dúsabb, még értetőbb számunkra. A hazaszeretet ilyenkor más hőfokra emeli szívünket, az összetartozásunkat, magyar mi voltunk megbecsülését. Ilyenkor élesebben és reménykedőbben látjuk önmagunkat, látjuk hazánkat. Ezért van, hogy az 1848-49-es eseményekkel kapcsolatban érzelmeink olyan tiszták, olyan egyértelműek, hiszen vitákon és kétségeken túl is összefogott az ország. Már most pártkülönbség köztünk nem leend, hanem mindnyájan hazafiak, a hazafiságunk érzetében egy párt vagyunk. Kiáltott a világgá Kossuth március 14-én. Kiálthatta, hiszen igaz is volt. Ott s akkor a politikai logikát felülírta a józan ész, a saját magyar út keresése és megtalálása, maga a hazaszeretet. Emlékeztetett arra, hogy a magyarok egy sikeres nemzet, és ennek szellemében összefogással bármit el tudnak érni. Ezt pedig az elmúlt 2 év eredménye is bizonyítják. A térségünkben megperzsült az élet, rendeztük az öröklött adósságokat, felelős gazdálkodás eredményeképpen már van erőnk, esélyünk és lehetőségünk, hogy megtaláljuk 60-nak azt a fejlesztési útját, amelyet csak a 60-iak vérmérséklete, életfelfogása és ízlése alakíthat át. Minél gyorsabban haladunk ezen az úton tovább, annál jobb lesz arra gondolni, hogy az általunk lecsapolt mocsár többé már nem húzhat vissza minket, többé nem csúszunk vissza az ingoványba. A megemlékezés a pártok, intézmények, civil szervezetek koszorúzásával zárult a Kossuth téri 1848-as emlékműnél.